Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlet! Hát az ostobasság és a bürokrácia magas iskolája, ami történt most az egyik barátommal, nem, nem hittem a fülemnek. Ölívom telefona, és mondja, hogy most jött ki a rendőrségről, mert hogy gyorshajtás miatt hallgatták ki. Kérdeztem, hogy mi volt a gyorshajtás. Ő sportoló, és rendszeresen kerékpározik, és kőnél, az 50-es táblánál 51 kilométeres sebességgel hajtotta a kerékpárját. <laughs> és eléugrott a rendőr, aki ezt mérte, és mondta, hogy ott helyszínen meg fogja bírságolni. Elnézést, hogy nevetek ezen, de hát ennél ostobább történetet én még nem is hallottam. Természetesen a gyorshajtást az ki kell küszöbölni, és harcolni kell, hogy ne hajtsanak gyorsan az emberek, főleg az autókkal ne hajtsanak gyorsan. De hát erre nem is gondoltam, hogy 50 kilométeres táblán egy 51 kilométerrel bemért bringást megállítanak, és úgy, hogy hirtelen eléugrik, tehát még baleset veszélyes is az egész akció és meg akarja helyszínen bírságolni. Kérdeztem aztán a barátomat, hogy mi történt. A nyomozó azt kérdezte tőle, aki vizsgálta az ügyet, a vizsgáló, hogy van -e a kerékpárján sebességmérő. És mire azt felelte, hogy nincs sebességmérő, így azt mondta a tisztviselő, hogy ezért az eljárást így megszünteti, és ennyi volt. De most azért bele lehet gondolni abba, hogy ez tényleg Pityaner történet. Hogyha esetleg egy gyalogos, gyorsan gyalogó, akkor majd azt is meg fogja bírságolni. az, az rendben van, hogy tényleg az autók száguldoznak. Én próbálom betartani mindenhol a megengedett sebességet. Néha azt sem tudom, hogy mennyivel lehet menni, mert nincs mindenhova kiírva, és nem tudom megállapítani, hogy most éppen autóton vagyok, vagy autópályán vagy, Például a városban 50-nel lehet menni, vagy 40-nel állandóan változtatják ezeket a, a szabályokat, és tudom, hogy zéró tolerancia van, és ha az ember átlépi akár 2-3-4 kilométeres sebességgel a megengedett utazási sebességet, akkor ez büntetéssel jár. Régen volt az, hogy ha 10%-ot nem haladta meg, a gyorsajtás akkor nem büntettek meg, de ma már e, megbüntetnek, és arra is felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy mostanában elég sokat járok vidéken, külföldre, vidékre, külföldre, és megdöbbentem, hogy milyen sok helyen e, vannak felszerelve kamerák. És ezek a kamerák nem vak kamerák, tehát ezek valóságosan. Nézik azt, hogy mi történik az országúton, vagy mi történik a városban. Hogyan parkolsz le, hogy ha vezetés közben használod a telefont, akkor szintén bírsz, meg fognak bírságolni. Ha, ha nem vagy bekötve, akkor szintén meg fognak bírságolni. És ezeket azért azért nem értem, már azokat, akik ezeket a szavásértéseket elkövetik, mert ha beszállok az autóba, akkor az egy pillanat műve, beszállok, és zúgy a fogom és a biztonsági övet átkötöm, és, és már e, megfeleltem a szabályoknak. Telefonra pedig szintén ugyanaz van az autóba, be lehet szerelni a kihangosított, van állvány is, amit beteszed, és úgy lehet simán beszélgetni, hogy kihangosítva. Beszélgetsz és akkor csak a, nekem például olyan autón van hogy a kormánykeréke rajta van a telefonnak a nyomógombjai tehát azon keresztül le tudom tenni vissza tudom hívni hívást tudok indítani és a Tehát a tartsátok be sőt most be akarják vezetni azt is hogy az autókban nem lehet cigarettázni én szerintem ez is egy nagyon hasznos szabály lesz. Egyrészt azért, mert a, ez a cigaretta ez nagyon sok balesetet okoz. Ha leesik a cigaretta véletlenül a, a vezető kezéből, önkéntelenül is utána akar kapni, elkezdi keresgélni, a figyelme elterelődik ugye a, az autóútról, vagy a, a vezetésről, nem tud koncentrálni, és már is ott van a baleset. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, és azért a rendőreinek kicsit több toleranciát vagy belátást javaslok, és mindenkinek azt ajánlom továbbra is, hogy tartsuk be a közlekedési szabályokat.